Frody ellen meccs ez valóban meglepetes volt mindenki számára, meg számunkra is. Kiderült, hogy mennyire jól tudjuk játszani. Ez az egyik legfontosabb dolog. Nagyon örültünk neki, és végén még talán kicsit csalódottak is voltunk, hogy nem sikerült elhozni egy pontot, de abszolút ebből csak építkezni lehet, mert ez egy olyan eredmény, amire mindenki büszke lenne. Rohanás meccs volt. Nálunk a csapatból nagyon sok jó teljesítmény volt. A kaputól kezdve a támadásban, védekezésben voltak nagyon jó dolgok. Szerintem nagyon komoly elmenni ilyen csapat ellen, így játszani, így küzdeni, így menni. Felszabadultan nagyon nagy dolog volt. Sikerült felpörögnünk, főleg az utolsó meccsünk teljesítménye alapján most már érezzük, hogy nagyon fontos mérkőzések jönnek, ahol nyernünk kellene, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel probléma. Megyünk Esztergomba, Magyar Kupát játszani. Nem szabad lenézni ezt a csapatot. Nagyon komolyan kell venni. Rutinás játékosból áll a csapat. Nagyon jó edzővel elején. Gondolom, hogy nagyon taktikusan játszanak. Összeszedetten játszani saját játékot. Védekezésben nagyon oda kell figyelni. Azért, hogy ott majdnem fél csapat áll olyan játékosokból, akik NB1-es bajnokságban szerepeltek. Most jutottak fel NB1-B-be. Szerintem már nem új nekik ez a terep, biztosan beleszoktak, nem fogják magukat könnyen adni, mi se úgy készülünk, hogy ez egy egyszerű mérkőzés lesz, mert szerintem ők is tovább szeretnének jutni, ahogy mi is, úgyhogy biztos kiélezett lesz, főleg az eleje. Remélem, hogy a nálunk lányok szépen fognak helyet állni ezen a meccsen. Próbálják majd kihasználni az esetleges hibáinkat, hogy majd gyors gólokat szerezzenek, szerintem lesznek gyors és lesznek lassabb periódusok is a meccsen.